Az elmúlt évekre egyértelműen az volt a jellemző 2010 óta gyakorlatilag, hogy a szakmai igényeket, a szakmai elvárásokat, azokat mindig megfogalmazta a Magyar Gyógyszerészi Kamara, és Magyarország kormánya, az egészségügyi kormányzat az folyamatosan arra törekedett, hogy ezen szakmai javaslatokat, amelyek a kamara irányából jönnek, azokat bevonja a döntéshozatalba, és lehetőség szerint úgy alakítsa, úgy módosítsa a 2010 előtt eléggé rossz állapotban lévő rendszert, hogy ez egyértelműen a gyógyszerészek javaslati alapján jól, még jobban tudjon működni a polgárok megelégedésére, illetve a polgárok szolgálatára. Pont emiatt a mai konzultáció végén abban állapodtunk meg elnök úrral és államtitkár úrral, hogy tovább folytatjuk ezt a szakmai egyeztetést, és azt a célt tűztük ki magunk elé, szakmai egyeztetéseket, további konzultációkat követően a Magyar Gyógyszerészi Kamara, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda között egy stratégiai partnerségi megállapodás fog létrejönni még ebben az esztendőben, tehát a 2017-es évben. A szakújságírók nyilván emlékeznek rá, hogy még 2010-ben döntött úgy az országgyűlés, hogy szeretné visszavenni a patikai program keretein belül a patikák tulajdonolását nemzeti érdekkörbe. Ha visszaemlékeznek rá, 2006-ban történt egy liberalizáció, amely, hát hogy is mondjam, teljesen ellentétben áll a jelenlegi kormány törekvéseivel. Akkor sokan úgy álltak ehhez, hogy ez szinte lehetetlen folyamat, most arról kell mégis beszámolnom, hogy 2017 január első éve ez a folyamat lezárult. Tehát minden magyarországi patika, ami működőség nedeje rendelkezik, az több mint 50%-ban patikusi tulajdonás alá került. Egyetlen egy patikának kell még bizonyítania ezt, mindenki más ezt már megtette. Tudniuk kell, 2014. január 1-től kellett ugye elérni a 25%-ot, és 2017. január 1-től kellett elérni az 50% feletti tulajdonosi arányt. Arról kell most önöknek beszámoljak, hogy ez megtörtént.